Lezárultak a határidők, kiskerti tanácsok, pályázati lehetőségek az önkormányzati tűzoltóságoknak, leégett az Angol úrháza, gyűjtenek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 12-én 18 óra 5 perckor. Tóth Barnával, a gimnázium igazgatójával arról beszélgettünk, hogy több továbbtanulási határidő is lezárult a nyolcadikosoknak és a végzősöknek. A nyolcadikosokkal nagyon nehéz volt kapcsolatban maradni a digitális oktatásban. Sok volt a bizonytalanság, mondta a szakember. Ennek ellenére a korábbi évekhez hasonló a jelentkezési létszám. A napokban érkeztek, és még mindig érkeznek, hiszen itt ugye egy postáradási határidőről van szó, és folyamatosan jönnek a jelentkezési lapok. Hála Istennek el tudom mondani, hogy körülbelül ugyanaz a nagyságrend, sőt még talán egy picivel jobb is a helyzet, az megérkezett hozzánk, mint ami eddig is. Úgyhogy amellett, hogy az a közvetlen kapcsolat, ami korábban megvolt az általános iskolákkal, most egy picikét sérült az ismert helyzet miatt, ez úgy néz ki, hogy nem befolyásolta a jelentkezések számát. A természettudományos tantárgyak talán a legnépszerűbbek, a matematika, fizika és a biológia, kémia tagozat, de a magyar történelem tagozatra is növekvő érdeklődés van. Továbbra is a természettudományos tantárgyak talán a legnépszerűbbek, azt lehet mondani, tehát a matematika, fizika és a biológia, kémia tagozat, és amellett, hogy nincs még meg minden számszerű eredményünk, hiszen amint említettem, ez a napokban is folyik ezeknek a lapoknak a feldolgozása, de úgy látjuk, hogy a magyar történelem tagozatra továbbra is növekvő érdeklődés van, úgyhogy ennek szintén nagyon örülünk. A most érettségizők abba a furcsa állapotba kerültek, hogy már az előző tanévben is ők voltak azok, akik digitális oktatásban fejezték be az évet, és az idei tanévben is 8 hetet tudtak csak iskolába járni. A most érettségiző tanulók szintén nagyon nehéz helyzetben vannak, alapként megint csak muszáj ezt megemlíteni. Ők abban a furcsa állapotba kerültek, hogy már az előző tanévet is ők voltak azok, akik 11-esként digitális oktatási körülmények között fejezték be, az idei tanévben pedig tulajdonképpen egy 8 hetet tudtak iskolába járni, és akkor ezek után újra következett a digitális oktatási rend. Szoktam mondani, most is elmondom, hogy a jelenlegi helyzetben ez egy kiváló megoldás, és minden nehézségével együtt nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán így legalább szóba állhatunk a tanítványainkkal. És nekik most két határidő is lezárult 15-ével, február 15-ével, egyrészt az érettségire való jelentkezés, amit ugye iskolai szinten intézünk. Ez a szokásos rendben, a szokásos tájékoztatással megtörtént, hiszen azért a közvetlen kapcsolat az megvan a diákjainkkal. A másik pedig, amit egyénenként intéznek, mi információkban tudunk nekik segítséget adni hozzá, az pedig a felsőoktatásba való jelentkezés. Én úgy gondolom, hogy ezen a téren is nagyjából az történt, ami jellemző ránk, ami szokott történni, hogy nagyon-nagyon arányban jelentkeznek a tanítványaink a felsőoktatásba, egyetemekre, főiskolákra. A többiek szakmát tanulnak igazából, és ez a nagy arányú felsőoktatásba való jelentkezés pedig igen színes és nagyon széles kör, és majd, hogy nem minden területét felöleli ennek a lehetőségnek. A digitális oktatás a humán tantárgyaknál, így a magyarnál, a történelemnél nem okoz akkora problémát, ott jobban működik az online óra, míg a természettudományos tárgyaknál, ami a refiben elég hangsúlyos, ott nagy szükség van a személyes találkozásokra, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, mert ezeket nagyon nehéz csak digitális körülmények között elsajátítani. A kormányzat mindig próbál segíteni bennünket abban, hogy milyen jogi lehetőségeket tudjunk megragadni. Kásler miniszter úrnak érkezett egy levele a hónap elején, ami arra bátorít bennünket, hogy ezeket a bizonyos konzultációs alkalmakat, amelyek egyébként a digitális oktatási rend ideje alatt rendelkezésre álltak, ezeket használjuk bátran arra, hogy kisebb csoportokban a végzős tanulókat legalább az érettségi tantárgyakból behívjuk,
és mi ezzel szeretnénk élni, és meg is tettük mindezeket a dolgokat, és így az érettségi tantárgyakból van lehetőség személyes konzultációkra is, ami nagyon nagy változás a tavaszi állapotokhoz képest. Én azt mondom, hogy összességében a digitális oktatási rend talán a humán tantárgyaknál, tehát a magyarnál és a történelemnél nem okoz akkora problémát, ott jobban működik mondjuk egy online órának a lehetősége is, viszont a természettudományos tárgyaknál, ami nálunk azért egy elég hangsúlyos vonal, ott nagyon nagy szükség van a személyes találkozásokra, tehát a matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát, ezt nagyon nehéz digitális körülmények között személyes találkozások nélkül művelni. A tavaszi lemosó permetezéshez, a gyümölcsfák metszéséhez és ültetéshez is hasznos tanácsokat kaptunk Hajdú Csilla növényvédő szakmérnöktől. A fák metszése a legfontosabb munka. El kell távolítani az összes betegágat, a gyümölcsmúmiákat, a fák törzsén a sérüléseket ki kell kaparni és leápolni valamilyen sebkezelővel. A metszés során eltávolítsuk az összes betegágakat, a gyümölcsmúmiákat, és a fának a törzsét is nézzük meg, hogyha vannak rajta ilyen fagysebek, tehát sérülések, azokat mindenféleképpen ki kell kaparni, úgy, mint a fogorvos, amikor a lyukas fogat kikaparja, egy kicsit még az egészséges részből is bele kell kaparni, és utána ezt mindenféleképpen le kell ápolni valamilyen sebkezelővel. Egy nagyon egyszerű sebkezelőt tudok mondani, hogy egy részport, tehát vagy rézoxikloridot, vagy valamilyen, tehát részport, étolajjal úgy összekeverünk, hogy az festhető legyen, és akkor ecsettel ez a tömény rezet rá lehet festeni ezekre a sebekre. Na, amikor, tehát a gyümölcsmúmiákat eltávolítani. Nagyon fontos a csonthéjasoknál, főleg az őszi baracknál figyelni az ágvégeket. Hogyha az ágvégek ilyen bunkós, fekete végződése van az ágvégeken, az mindenféleképpen a gyümölcsmolyoknak a telelési helye, és azokat mindenféleképpen le kell vágni, és megsebesíteni. Hát én azt szoktam javasolni, hogy cserépkájba vagy valamiben égessék el, mert az a legbiztosabb. És így majdnem, hogy 2-3 permetezést is meg tudunk spórolni. A lemosó permetezés azért is fontos, mert nagyon meleg volt a tél. A monília a csonthéjasoknál most is támad. Résztartalmú szerekkel kell permetezni, hogy a takácsatka tojások szépen elpusztuljanak. A permetezés során a fáról csurogjon a vegyszeres lé, ezzel nem szabad spórolni, tanácsolta a szakember, aki szólt még a mostani éjszakai fagyokról is. Most a másik legfontosabb, vagy fontos munka a lemosó permetezés. Ez azért is fontos, mert nagyon meleg volt a tél. A monília a csonthéjasokban még most is támad, ilyen melegben biztos, hogy támad. Ha rajta maradtak a gyümölcsmúmiák, onnan beindul az elsődleges fertőzés, tehát mindenféleképpen résztartalmú szerrel kell. Én javaslom, hogy kombináltan rész plusz kén tartalmú szerekkel végezzék ezt a lemosó permetezést, mert hiába volt a tél most egy kicsit csapadékosabb, nagyon enyhe volt, a takácsotka tojások azok szépen át tudtak telelni, és a kénnel nagyon jól el lehet ezeket a takácsotka tojásokat pusztítani, és hogyha száraz lesz a nyár, már pedig ugye azt jelzi, hogy most az elkövetkeződő 2 hétben nem lesz csapadék, tehát hiába volt csapadékos a tél, még nem jelenti azt, hogy nem lesz aszály, meg nem lesz szárazság, és ez az atkáknak nagyon kedvez. Tehát, na most a lemosó permetezésnél azt a hibát szokták elkövetni, hogy nem nagy vízmennyiséggel csinálják. Tehát itt töményen kell a szert használni, tehát sokkal töményebben, mint a nyári hígítású permetezőszerek, és úgyhogy a fa csurogjon. Tehát ez a lényeg, hogy csurogjon a fa a vegyszertől. Most még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt az elkövetkezendő időben ugye azt jelzi, hogy éjszaka fagyok lesznek, napközben pedig fel fog melegedni. Most, hogyha megnézzünk egy fát, akkor a kérgét látjuk, hogy ez a barna kéreg a napsugárzás hatására szépen fölmelegszik, és tulajdonképpen becsapódik a fa. Megindul benne a netkeringés, most az éjszakai fagyokat, ugye, hogy -4-5 fokot jeleznek előre, szerencsére nem túl hosszú ideig, tehát 1-2 óra hosszás lesz ez a -4-5 fok, de akkor is ugye ez a megfagyott víz a fák szétnyomja, és ott keretkeznek ilyen mikrorepedések.
vagy esetleg nem is mikro, hanem nagy repedések, és innen fog például a kajszinak a gutaütést okozó különböző kórokozói támadni. Tehát a gutaütést azt nem tudjuk permetezéssel, vagy bármilyen kezeléssel megelőzni, csak ezzel, hogy megakadályozunk, hogy a fákon ilyen fagysebek keletkezzenek. Az őszi barack kivételével már lehet metszeni a fákat. A medgyet, a cseresznyét, az almát, de a szőlőt is, a rózsákat is. A gyümölcsfákat is lehet már ültetni. Itt azonban a talajlakókra is figyeljünk oda, morzsolják át a földet, vagy tegyünk bele talajfertőtlenítőt. A faültetést azt el lehet kezdeni, tehát a gyümölcs... Na most itt a facsemetéknek az ültetésénél is. Ott is nagyon lényeges az, hogy megnézzük, hogy van-e benne talajlakó. Mert most sajnos, hogy nem tudom itt önöknek megmutatni, az én kertemben is van, és az egyik gyümölcsfánkot, ami itt volt, az ki is pusztult emiatt. Olyan nagy kártucsa, nem veszik észre, csak azt veszik észre, hogy a fa nem fakadt meg. És hogyha kiásnak, akkor ott van alatta a talajlakó. Most ezek a talajlakók ilyenkor nem nagyon láthatók, mert ugye a hideg hatására lehúzódnak a mélybe, és majd ha fölmelegszik az idő, akkor fognak följönni. És egyes fajtái bizony a kis fagyökereket simán el tudják rágni. Tehát én azt javaslom, hogy nagyon megnézni, ugye mély gödröt ásni neki, megnézni, hogy van-e benne talajlak, ezt úgy tudják, hogy a földet átmorzsolják, és akkor meglátszik benne. Vagy pedig, hogyha nagyon biztosra akarnak menni, akkor egy kis talajfertőtlenítő szert, amit szabadforgalmú lehet kapni, bele lehet keverni, és akkor majdnem biztosak lehetnek benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, ez a kár. A tavaszi kertészkedéshez illeszerszámok kellenek, egy jó metszőolló, ágvágó, és a permetező is épp legyen, ne csurogjon belőle a gazda hátára lé, mert az veszélyes, tanácsolja a szakember. A központi költségvetés idén már negyedik alkalommal biztosít támogatást az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére. A rendelkezésre álló 225 millió forint felosztására a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki. Tovább folytatódhat az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztése az elmúlt három év után. 2021-ben is eszközfejlesztési támogatásban részesülhet a Magyarországon működő 60 önkormányzati tűzoltóság. Az előző években ezzel a lehetőséggel minden érintett szervezet élt. A tűzoltóságok által megpályázható legmagasabb pályázati összeg szervezetenként 4,5 millió forint. Pályázni a BMOKF által beszerzett tűzoltó, védő és technikai eszközre, EDR rádiókra, illetve pénzbeli támogatásra, azaz egyéb beszerzésekre, gépjárműfecskendő vagy tűzoltó technikai eszköz felújítására, javítására fordítható költségekre lehet. A pályázati dokumentációkat az önkormányzati tűzoltóságoknak 2021. március 29-éig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltóparancsnoksághoz, amellyel együttműködési megállapodást kötöttek. A beérkezett pályázatokat a pénzbeli támogatás esetében legkésőbb 2021. május 12-éig elbírálják. Drámai pillanatokat élt át éjjel a tanyavilágban élő Ellen Brynwotton. Az angol származású nyugdíjas férfi otthonában tűz ütött ki, aminek következtében a ház szinte teljesen megsemmisült. Telefonja is bennégett, ezért nem tudott segítséget hívni. A körülbelül 80 négyzetméter alapterületű lakóingatlan kétharmad része leégett. Ezért a tűzoltók utómunkálatokat végeztek, ennek keretében megbontották a födémszerkezetet, és ahol még izzást, parázslást tapasztaltak, azt megszüntették. Ellen az autójába menekült, és onnan nézte végig, ahogy minden a tűz martalékává válik. A kéménynek a bal oldalán volt az Ellennek a hálószobája, ő ott olvasott, és ez a ház 1856-ban épült. Abban az időben még úgy építették ezeket a házakat, hogy a gerenda szerkezetet beépítették a kéménybe, ezt elvágták és betapaszolták. Ezek több száz évet kibírnak, tehát attól függően, hogy mikor ég le ez a tapasz, valószínű ez most történt meg, és ez a gerenda kapott lángra. Az Ellen megijedt, csak a füstöt érezte, és ahogy ajtót nyitott, ugye oxigénhez jutott a tűz, belobbant az egész, mivel a tetőszerkezet szalmával van borítva, így elég gyorsan lángra kapott.
Segítő szándékú ismerősei nem hagyták magára a krízis helyzetbe került férfit, a adománygyűjtésbe kezdtek. A Kovács Mónika, amit elindított gyűjtést, hál' Istennek nagyon sok ember megmozdult, ezer, pár száz ember, és nagyon sok ruha érkezett, de viszont a tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ami a mindennapi életéhez szükséges, arra még természetesen mindig nagyon nagy szükség van, és természetesen anyagi támogatásra, hogy a jövőjét ITS Szent Andráson tudjuk valamilyen szinten teljesíteni, hogy az álmai, 78 éves embernek az álmai teljesüljenek. Ellen Brian Wotton egyedül él Jászszent Andráson, magyarul nem beszél, senkire nem tud számítani, ezért adománygyűjtést szerveztek számára. Az Ellen 8 éve él Jászszent Andráson, és Jászszent Andráson tanyavilágokban több angol származású ember él, akikkel ő neki kifejezetten jó a kapcsolata, és nagyon sokat segít, és nem csupán az angoloknak, hanem a magyar nyelv nem tudásával is a magyar embereknek is segít folyamatosan, és nagyon szeretne itt Jászszent Andráson maradni, de mivel a történtek, amik két nappal ezelőtt történtek, még nem tudja szegény eldönteni, hogy itt ebben a házban tudja a jövőjét elképzelni, vagy valahol máshol, és mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy segítsenek neki, hogy itt maradhasson ebben a faluban, hogy valahol, hogyha nem is ezt a házat rendbe hozni, egy pici házat vásárolni neki gyűjtésből eredően, amiben mindenben segítünk, hogy az éveinek az utolsó részét nyugodtan élhesse le. Bútorai, ruhái, használati eszközei és megtakarított pénze is odaveszett a tűzben. Ideglenes lakhatását ismerősei segítségével oldották meg. Ha segíteni szeretne, a nehéz helyzetbe került Ellen Brian Wottonnak a képernyő alján lévő bankszámlaszámra küldhet utalást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!